Magyarországon összességében körülbelül olyan 35% körülnek tekinthető a császárfrekvencia. Szerintem sokkal kíméletesebb, mint a sima szülés. Erről persze megoszlanak a vélemények a kismamák között. A hazai 35% egyébként egy kicsivel az európai átlag felett van. 20 évvel ezelőtt a Magyarországon született babák 16-17%-a jött világra császármetszéssel. Az arány növekedésének több oka is van. Elsősorban a perektől való félelem. Sok orvos ugyanis az úgynevezett védekező orvoslásban hisz, tehát az esetleges szövődmények elkerülése miatt inkább a műtétet választja. De a megnövekedett arányt a kismamák életkorának növekedése is eredményezi. Idősen vállalt terhességek, vagy sokszor a hosszú meddőség kezelés után vállalt terhességeknél sokkal több olyan terhességi szövődmény lép fel, ami aztán végül is a császármetszésnek az elvégzéséhez fog vezetni. Anita harmadik gyermeke mindössze 2 napos, Milán császárral született. Ez nem is volt kérdés, mivel testvérei sem természetes úton jöttek a világra. Az első 2 az is azért volt, mert nem tágultam, és muszáj volt megcsászározni. A császármetszésnek ezen kívül egyébként még számos oka lehet. Túl nagy a magzatnak a mérete az édesanyja medence méretéhez képest, aztán például a magzatnak bizonyos fekvési rendellenességei, tehát ha nem a kis koponyája illeszkedik be a szülőcsatornában. De akkor is műtéthez folyamodnak, ha a szülés közben a magzatnál oxigénhiány gyanúja lép fel. De ezen kívül vannak bizonyos anyai betegségek is, amelyek kizárják a természetes szülést. Súlyos magas vérnyomás, ez a bizonyos terhességi toxémia esetén. Vannak olyan műtét utáni állapotok, tehát egy szívbeteg édesanyánál, akkor hogyha én csak ilyen példákat mondva bizonyos szemműtétek után, amikor a nagy nyomás az veszélyes lehetne. A császármetszést altatás vagy helyi érzéstelenítés mellett végzik el. Így a beavatkozás alatt a kismama természetesen semmilyen fájdalmat nem érez. Kellemetlenség a műtét után tapasztalható. Addig egy kicsit rossz, amíg kimegy az epidurálisnak a hatása, mert egy kicsit remegsz, fázol, de különben semmi rossz. Az epidurális érzéstelenítésnél egy speciális hosszú tűt vezetnek be a csigolyák közötti epidurális térbe. Ide juttatják be az érzéstelenítőt. Az érzéstelenítés a szer fajtájától függően 15-45 perc alatt áll be, és 2-4 óra hosszat tart. Ez messze a legbiztonságosabb az édesanyának és a magzatnak is. A császármetszés szükségessége indokolt esetben megkérdőjelezhetetlen. Sok szakember azonban állítja, hogy a magzat későbbi egészsége, valamint immunrendszerének erőssége szempontjából a természetes szülés a legideálisabb.